Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Miskolci Vénusz, Astra Kiskunfélegyházi Bulls, a női NB1 hatodik fordulójának a nagy rangadója. Remélhetőleg remek mérkőzés, szép gólokat, szép cseleket láthatunk a mérkőzés alatt. Én szerintem remek szórakozásban lesz részünk. Az Astra kezdőtöse Farkas, Dombai, Gál, Godvár, Dikanova, míg a Diós Győrben Almási Ildikó véd, Váradi Szintia, Milicki Noémi, Kovács Alíz és Palakovics Laura alkotja a kezdőtöst. Az első próbálkozás Gál részéről volt, ez zsákmánya lett Almásinak, nagyon könnyedén hárított a jó képességű hálóőr. Godvár egyelőre csere nélkül, Kovács Alíz szokás szerint labdát szerez, megtartja, egy gyönyörű szépen csinálja, Milicki, ez már zicser, Milicki lő, keresztbe, kapufa! Váradi! Gál tíme a pályán a kezdetektől az Astránál, Pintér, neki ez már lassan lövőhelyzet, Pintér lő, nagyon ravasz, nagyon erős lövés, és Almási bemutatja a második bravúrját. Bernát Csilla fogja elvégezni, jön egyből a letámadás Dikanova részéről, szép labda kihozata a Kovács Alíz, gyönyörű eddig, Palakovics elveszti, jön a kontra, Gál helyzetbe, Gál lő, gól! 1-0, egy labdavesztés vagy labdaszerzést követően Gál mesterien kilőtte a hosszú sarkot, vezet az Astra, 1-0 arányban. Dikanováról ment ki. Kovács Alisz kéri a labdát, kapja, okosan vissza Palakovicsnak, egy lövés távolról, és sarokrugás következik. Nagyon ügyes játékos Palakovics, mindössze 15 éves. Szőkéről ment ki a labda, Almási, egy gyors kontra következik. Szőke Zsuzsanna, Szőke középre teszi, ott az ittszer, és ott az egyenlítés! Az okkal dicsért Palakovics Laura! Egyenlít, de nagyon-nagyon meg kell dicsérni Szőkét, aki kihagyhatatlan helyzetbe hozta Palakovicsot. Most azért elég nagy a nyomás a kapun, egy kapufa Godvár részéről. Nem vették komolyan, pedig a ballába neki egészen fantasztikus. Most a miskolci kezdősor a pályán. Várod, itt a lehetőség, és nem sikerült betalálni a Milickinek. Parádés jelenet volt, ez is egyre közelebb a vezető gólhoz a Miskolc, de hát bármi lehet itt. Egy gyors kontra, egy labdavesztés, és ez az azt a képes fordulni. Kovács Alíz, kapufa, Kovács, Palakovics, Milicki és Váradi. Most a miskolciaknál a pályán egy rosszul elvégzett gólbelugás, Krascsenics. Egy okos taktikai falt, és egy parádés Almási védés. Ezt alig, ha nem le fogják fújni utólag Kovács Alíznál. És Dombai lefordul, és egy parádés mentés Palakovicstól. Először villant meg úgy Isten igazából nagyonett. Gál, Krascsenics, egy lassan lövőhelyzet, el is lövi Almási véd szépen. Pintér. Most már rá nagyon figyelnek az első gólót. A Pintér egy ravasz lövés takarásból. Hát Almási, amiket művel, az egészen zseniális. Itt a helyzet, Krascsenics középre, Magyanet fordul, ez már lövőhelyzet, Pintér mellé. Nagyon szép jelenet újra. Kimondottan tetszik, hogy védekezik a Vénusz. Kimondottan. Még akkor is, ha most Godvár spiccel megint megpróbálkozik. Nem engedi, nem engedte meg neki Görög, hogy felívelje a labdát, erre nem viszont nem számított Tamon. Mozdulás, egy letámadás! Micsoda lövés! És Farkas gyönyörűen véd. És itt a kontra, megszerezheti az Astra a vezetés, egy lövés mellé! Mit hagyott ki Dikanova? Hátra tett labda Gálnak, Gálban nagyon bízik Dombó, Godvár lő távolról, és Almási! Remek mozdulattal hárít. Palakovics, micsoda csel, kérem szépen! Palakovics! Bernát, nagyszerű indítás, Milicki egy lövés, és bevédte Farkas! Ezért érdemes lőni! Ezekből lesznek a
Miskolc. Pintér. Rosszenics. Egy távoli lövés. Még ki se jön Almásiról. Annyira labda biztos. Gál. Pintér. Dikanova. A labda útja. Próbálnak gyorsítani. Dikanova lő távolról. És Almási is párga. Godvár találja meg. Godvár nagyonett. Mindent megpróbál, hanem egyelőre nem jön össze neki semmi. Görög Zsófi! Jól állta a labda útját Galambári. Akinek óriási kihívás ilyen szintű játékosok ellen pályára lépni. Nagyonett! És jön a kontra! Jön a kontra! Skalicki! Egy kicsit bátrabb lenne, sikerült volna lefordulni. Kovács Alíz kezét érte a labda, ez így volt, nem is reklamál Alíz. Gál előzi meg emberét, Gál ebből helyzet lesz, Gál lő, és itt az egyenlítés, ezt már nem tudta védeni a DVTK kapusa, illetve a Miskolc kapusa. Gál kiegyenlít, ez volt a második találata, 2-2-re áll a miskolci Vénusz. Astra mérkőzés. Kovács Alíz okosan vissza Galambárinak. Galambári lefordul, Milicki! Mellédek, Godvár szabálytalankodott, gólhelyzet volt, sárgalap. Élmény számba ment, ahogy Milicki lefordult. Milicki nagyszerű játékos, Milicki. Azt kell mondjam, minden rutinját, minden tudását belevette. És nem sok híja volt, hogy megszerezze újból a vezetést a Miskolcnak, ami persze még összejöhet. Kovács Alíz áll a labda mögé. Ez körülbelül 3 méter, semmiképp nem 5. Csodálkozom, hogy a játékvezetők ezt engedik. De lehet, hogy elég érdekes. De most kiméri az 5-öt, csak hogy teljesüljön az óhajom. Mit választ Alíz? Rá is lőheti, de még az is lehet, hogy Bernát Csillát fogja megjátszani. Kovács Alíz lő, levágódik. Dikanova kéri ki az 5 méter. Dikanova lövése hátra Pintérnek, ravasz volt, de Milicki ennél sokkal rutinosabb. Észlelt a veszély. Gál, Dikanova, véd a kapus, és nagyonett mit hagyott ki. Mint a második miskolci gól is mutatja, lövésből lesz a gól. És itt egy lövés Bernát részéről, ami sarokrugás lesz a vége, de góllal kecsegtetett. Ez is Gál, Krascelics, üresen Godvár, becenterezi Nagyanetnak. Természetesen ismét megelőzik a netet. Egy gyönyörű kontra! Zitzer is rosszul veszi át! A Miskolc játékos a Kamuk, aki persze lóhol vissza, mert nincs idő rágódni ezen. Krascenics mihez kezdve ellövi, és mit gondolnak, kiről vágódott le? Persze Palakovicsról. Tovább egy szigorú védőrizetet kap, és Gál Tímea lő, és Almási fenomenális. Pedig sokat nem látott ebből a lövésből, nekem elhihetik. Ebből már talán lát, de ez viszont levágódik. Meglátjuk, Gál! Krascenics, Petra húzza meg, Krascenics középre teszi, Nagyanett lemarad róla. Bernát is visszaért, persze, ez is hozzátartozik. 16 másodperc, Gál meghúzza, egy lövés levágódik, Gál megint, ez is levágódik. Micsoda jelente, Gál lövését Almási védi, teljesen üresen Kovács Alíz, és hosszú az indítás. Így marad a 2-2. Vastaps a generáli csarnokban, és ez mind a két csapatnak szól. 2-2-re végződött a miskolci Vénusz Astra derbi. Gratulálok mind a két csapatnak, külön Palakovicsnak, külön Almásinak, és persze Gálnak, akik kiemelkedően játszottak. Jó mérkőzés volt. Mind a két csapatnak a legjobbakat kívánom a későbbiekben is.